Egyelőre nincsen pánikhelyzet, érdeklődnek az utasok, hogy mire számíthatnak, illetve mi fog történni. Természetesen ezt most egyelőre még nem tudjuk megmondani. Lemondások nincsenek, egy kivételével ugye egy olaszországi lemondás történt, illetve egy utazást helyeztek át most egy márciusi időpontról, majd októberi időpontra. A többi foglalás az változatlanul úgy van, ahogy van. Pillanatnyilag Észak-Olaszországba ugye nem javasolják az utazást, illetve hát Kínában, illetve hát most azért Korea is eléggé fertőzött érvág, hogyha valaki csoportos útra megy, ő egyébként is idegenvezetővel van, egyébként is nyilván van tartva. Ha valaki olyan területre utazik, ahol ugye nincs kommunikációs lehetősége, ott természetesen regisztráljon, de egyébként nem tartom fontosnak.